A pedagógusok szakszervezete 5 évente tart teljes körű tisztújítást. Az értekezleten bemutatkozott a szervezet országos választásán induló, jelenleg alelnöki tisztséget betöltő 2 jelölt, Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás, valamint a vármegyei elnöki tisztségért újrainduló Jámbor Ferencné is. Az értekezleten a tudás mellett az oktatásért elnevezésű megmozdulást is értékelték. Gosztonyi Gábor elmondta, a pedagógus társadalom fáradt, fásult, dühös és értetlenül áll a kormány egyes törekvései előtt. Ez az új teljesítményértékelési rendszer, ami pedagógus szinten szerintünk kezelhetetlen, ráadásul azt várja el a kollégáinktól, hogy tulajdonképpen önkizsákmányolják magukat, vagyis önként vállaljanak olyan ingyenes túlmunkát, amit aztán soha az életben nem fognak túlmunkaként kifizetni nekik. Az alelnök hozzátette, ezzel kapcsolatos aggályaikat írásban is benyújtották. Járjuk az országot, elnökségi szinten gyűjtjük az információkat, és nyilván abból összeállítunk majd egy olyan véleménycsokrot, amit természetesen el fogunk juttatni az oktatás irányításnak, tehát el fogjuk juttatni a Kléberberg központ elnökének, el fogjuk juttatni Maruzsa Zoltán államtitkárúnak és az egész államtitkárságnak, és hát továbbra is várjuk, hogy most már egy év után valódi érdemi tárgyalások legyenek. Vármegyei szinten márciusban, országos szinten pedig májusban készülnek választásra a szakszervezeti pedagógusok.